Most egy időre kifogytam a bemutató videókból. De ezeket amúgy is azért készítettem el, hogy bemutassam nektek, hogy milyen fantasztikus dolgokat lehet a hipnózissal megvalósítani. Hogy milyen csodálatos irányai vannak. Mi mindenre használható, és hogy ez nem valami spirituális, földön túli, ezoterikus szellemekkel foglalkozó energia akármi, hanem egy teljesen hétköznapi, teljesen természetes jelenség. Amit ha az ember megtanult, hogyha tökére fejlesztette, vagy használja, akkor körülbelül bármit meg lehet oldani, ami bennünk van, az elménkbe és lelkünkbe, bármilyen seb, trauma, rossz szokás van elhelyezve, kialakulva, attól megszabadulhatunk, azt feloldhatjuk, és szebbé, csodásabbá tehetjük az életünket egy teljesen természetes jelenség felhasználásával. Most eszembe is jutott, hogy néhány héttel ezelőtt összefutottam egy régi osztálytársammal, nem láttam őt 13 éve körülbelül. És ilyenkor tudjátok, mindig vannak ezek a szokásos beszélgetések, szia, szia, hogy vagy, merre sodort az élet, mivel foglalkozol? És akkor elmeséltem neki, hogy én mit csinálok, hogy embereket hipnotizálok, akkor a beszélgetés kanyart vett, ilyenkor az emberek általában, hú, hogy mi ez, asztal, akármi, ilyen jellegű reakciókat kapok legtöbbször. És hogy beszélgettünk, és elmondtam ezt neki, hogy de ezt hogy tudod megcsinálni anélkül, hogy lehívj valamilyen transzcendentális égi erőt? Nagyjából ez volt az idézet, körülbelül így történt az eset, meg az egész beszélgetés. És akkor jöttem rá, hogy milyen jó, hogy ezeket a videókat megcsináltam és megmutattam, mert így láthatjátok, hogy ez teljesen hétköznapi. Csak fantasztikus módon is lehet használni. Szeretnék még a jövőben ilyen bemutató videókkal szolgálni nektek, amint majd találok ismét egy olyan modellt, akivel még új dolgot akarok megmutatni, vagy hogyha valamelyik modellány, akivel korábban már láttátok, hogy dolgoztam, nyugodtan jelezzétek, ha valamelyikükkel szeretnétek még új videókat látni, akkor ismét felveszem velük a kapcsolatot, aztán meglátjuk. De akkor most beszéljünk egy kicsit a menetrendről, hogy most a csatornán mire számíthatok a jövőben, így, hogy most egy időre ezek a hipnózis bemutató videók kifogytak. Egyfelől most úgy tervezem, hogy hetente két frissítést találhattok majd ezen a csatornán, kedden és csütörtökön. Keddenként kapjátok meg az ilyen szokásos videókat, amikor beszélek nektek valami témáról. Előkerülhetnek persze ismét olyan témák, amikor úgy általánosságban a hipnózisról beszélek, a hipnózis csodáiról, jelenségeiről, mert hát mégiscsak ezzel foglalkozom. De a hipnózis alapvetően az eszközöm. Nem feltétlenül a téma, amivel dolgozom. Mert az emberek megtalálnak engem mindenféle témakörrel. És persze vannak a szokásos szorongásoldások, traumaoldások, rossz szokások, fóbiák és társai, de alapvetően a keddi videókban a két szakterületemre, a két specialitásomra szeretnék nektek koncentrálni, és azokról szeretnék nektek mesélni, hogy ezek pontosan mit jelentenek, mit akarnak, milyen esetekben használható, mi minden tartozik hozzájuk. Egyfelől az egyik ilyen téma, felkutya már a weblapomat meglátogattátok és olvasgattátok, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban, az egyéb közösségi médiás linkjeimmel együtt. A nőies önbizalom. Sok téma van, ami ehhez tartozik, és szeretnék bővebben nektek mesélni arról, hogy mit jelent a nőies önbizalom, mi gátolja, mik hátráltatják, hogy ez kialakuljon. Akár történelmi távlatban is szívesen beszélek nektek erről. Írjátok meg, hogy mire vagytok kíváncsiak, de ebben a témakörben sok mindenre számíthattok, sok videóra. A másik szakterületem pedig a szexuális szabadság hipnózis. És erről is fogok videót, hogy ez pontosan mit akar, mi tartozik ide. Hogyan használhatjuk a gyönyört, mit jelent megélni a gyönyört, milyen különböző orgazmusokat lehet megélni, nőnek, férfinak egyaránt. De elsősorban hölgyekkel dolgozom, így ebben a témakörben számíthatok videókra. Másfelől meg beszélek majd a hipnotikus orgazmusról, hogy az milyen csodás, miben másabb, milyen fantasztikus feloldásai vannak. Hiszen ugye az egyik tanítomtól tanultam, hogy ha orgazmikus vagy, nem lehetsz neurotikus. De ez a mondat önmagában megér majd egy videót. Úgyhogy ebben a két témakörben, tehát a nőies önbizalom és a szexuális szabadság témakörében számíthatok sok tartalomra. Ilyen videók lesznek keddenként.
csütörtökönként pedig olyan videókat akarok nektek ismét megosztani, amiket ha meghallgattok, fülesbe rakjátok, vagy a fejest föl, leültök nyugalomba, meg úgy, amikor nem vagytok mondjuk megzavarva, békében tudtok lenni egy ideig, akkor meg hipnotizáló videók lesznek. Hallgatjátok és hipnotizálva lesztek. Már most csütörtökön is kaptok egy ilyet, valami érdekes témában, de itt is érdekelne a véleményetek, hogy milyen témakörökben szeretnétek kipróbálni egy ilyen audiohipnózist. Mert ott vannak a klasszikus dolgok, mint hogy jobb alvás, stresszlevezetés, önbizalom, önbecsülés, szeretet megélése, egyé válni az univerzummal, előző életre is tehetünk, arra is csináltok egy videót, miért is ne. De a hipnózisban még sok érdekes téma van, amit egy audióban meg lehet valósítani. Azok a klasszikus szerepjátékok, amikor ilyen szukkubus, vámpír jellegű témákat tapasztalhattok, meg végigmehettek egy ilyen kalandon. Nyugodtan nézzetek utána. Idővel gondolkodom a kéz nélküli orgazmusra csinálni egy audiofájt, de azt is tudnotok kell, hogy a hipnózis érdekesen működik, és minden helyzetben, minden módon működik, de vannak különbségek. Mert ha személyesen van végezve, akkor mindig jobb, mindig erősebb, mindig hatékonyabb lesz. Mert akkor ott van a hipnoterapeuta, a hipnotizőr, aki végigkísér, látja a reakcióidat és tud alkalmazkodni. Míg egy audiofájlnál semmi alkalmazkodási lehetőség nincs a reakciókra. Az egy adott anyag. De hogyha össze van kötve egy audio és személyes, tehát hogy mondjuk valaki eljön hozzám 3-4-szer, valamint dolgoztunk, és utána kap még egy audiofájlt, amit otthon hallgathat, akkor az hatványozottan megerősíti az audiofájlnak is a hatását. Mert akkor már van tapasztalatom azzal, akivel dolgoztam, és az ő személyére, az ő stílusára, az ő hangnemére tudom szabni az audiofájlt, az ő témájához, úgy, ahogy neki szüksége van rá. Tehát keddenként kapjátok majd a beszélgetős videókat, amikor mesélek nektek a nőies önbizalomról és a szexuális szabadságról, fétisekről, fétisek megéléséről, nagyon sok érdekes téma van. Sőt, szívesen beszélek nektek a melnagyobbításról és hipnózissal. Mert ilyen is van, ilyen is létezik, és ilyet is csináltam már, és működik. És csütörtökönként pedig kapjátok a hipnotizáló videókat, és ezekben tényleg kommentekben osszátok meg velem, hogy milyen témakörben szeretnétek, hogy csináljak fájlokat, mit hallgatnátok legszívesebben, mire vagytok kíváncsiak, mit tapasztalnátok meg hipnózissal. Osszátok meg velem. És találkozunk csütörtökön egy hipnotizáló videóval. Sziasztok!